Gajnarika Csenge a nevem, Kiskolnason a Felsővárosi Általános Iskolába járok, 5. B-osztályos vagyok, Kiskolnason a Hunyadi utca 61-es szám alatt lakok, és hát játszottam a Viaszat 3-ba a kölykökbe. Petőfi Sándor, János Vitéz. Tüzesen süt le a nyári napsugára, az ég tetejéről a juhászbojtárra. Fölösleges dolog sütnie oly nagyon, a juhásznak úgyis nagy melege vagyon. Szerelem tüzeik fiatal szívében, úgy legelteti a nyájt a falu végen. Falu végen nyája még szerte legelész, ő addig subáján, a fűben heverész. Tengervirág nyílik tarkán körülötte, de ő a virágra szemét nem vetette. Egy kőhajtásnyira folyt tőle a patak, bámuló szemei oda tapadtanak. Kassza Bernadett vagyok, 13 éves, a Szent József Katolikus Általános Iskolába járok. A legutolsó szereplésem az a Kazinci verseny volt tavaly, ahol második helyezést értem el az iskolai fordulón. Nem mindig ember, aki sorsot intéz, gyakran a bölcs is eszköz, puszta báb. S midőn lefáradt az erőtlen kéz, a végzett tengelye harsog tovább. Csüggedve olykor hagyjalom, ha gépül, maga sodorni az ember fia. De majd, ha eszmél, s öntudatra épül, feltűnik egy magasabb harmónia. Csabankó Kittinek hívnak, 18 éves vagyok, a 2. Rákóczi Ferenc szakközépiskolába járok felsőfokú szakmára. És itt Kiskunhalason lakok, a Tárnok utcában. Milyen volt szőkesége, nem tudom már. De azt tudom, hogy szőkék a mezők. Ha dúskalásszal jő a sárguló nyár, s a szőkességben újra nézem őt, érzem őt. Milyen volt szeme kékje, nem tudom már. De ha kinyílnak ősszel az egek, a szeptemberi bágyat búcsúzónál szeme színére visszarévedek. Kise Bernadett vagyok, Kiskunhalason lakok, a 2. Rákóczi Ferenc szakközépiskolába vagyok szakképző évfolyamon. Színjátszó csoportban játszunk, most vagyunk egy próba folyamat közepén. Elég sokszor szerepeltünk már színpadon, szerepeltem már színpadon. Próza, ének? Is. Nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám, se bölcsöm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek, s halált hozó fűterem gyönyörű szép szívemen. Tolna Janett vagyok, a Bibó István gimnáziumban járok, Kiskunhalason lakom, a Bornemisza utca 13 szám alatt. Az utolsó szereplésem a Pont Karaoke versenyben volt. Igazából színpadon többször is szerepeltem már, mint énekes. Ha az ember halálra vár, magába tér, elmélyed. Mégis szomorú a halál, mégis csak szép az élet. Hosszan szeretnék élni még, és mégis halni vágyom. Haj, életem rossz tréfa volt, és az lesz holnap halálom. Ne sírass, hűszolgám nagyon, add el, mi kevesen van, s így áll a temetés után, nagy áldomást, nagy bútban. Otthon mérges nőd van, tudom, és szelíd gazdád sem volt, hadd felejtsd el azt, aki él, felejtsd el, aki megholt. Kiszívott nyakkal jött haza, de nem jött igazán zavarba, belehazudott a szemembe, kinyílt a bicska a zsebembe. Megüssem, vagy ne üssem, azon tűnődtem. Egy nagy pofon nem ad meg semmit sem. Kiszívott nyakkal jött haza, de nem jött igazán zavarba. Belehazudott a szemembe, kinyílt a bicska a zsebemben. Megüssem, vagy ne üssem, azon tűnődtem. Egy nagy pofon nem úr meg semmit sem.
Bíró Alexandra vagyok, 17 éves. Kiskomolysára járok a Dózsa György gimnáziumba, oda a szakközépiskola részében média tagozatra. Szerepeltem színdarabba, a Légyom, mint halálikban, itt Kiskomolyson a Szent József iskola által ilyen színjátszókörben. Folyamatosan ott a Majsán interjúkat készítek, meg egyéb ilyen dolgokat. Jövőre érettségizem, és akkor oda is kell nekem ilyen pszichológussal, meg ilyenekkel interjút készíteni. Elég nehéz. És akkor itt lakom Kiskolnason, a Bükönyös utca 34 szám alatt. Köbelnyi. Hátrálj, zárkozz el, menekülj! Vigyázz, ne sűjj egy, elnezőj! Vigyázz, a szenny meg ne egyen, ne rothadj el itt elevenen! Vince Sándor vagyok, Tázáról jöttem, 16 éves vagyok, a Vári Szabó szakközépiskolában járok, és ott hallottam erről a válogatásról, és még nem játszottam semmilyenben. Fekete István, a sápat hold feljön. A sápat hold feljön messze, az ég alján, fent a magas erdőn minden olyan halvány. Csendben nyugszik minden, halálos nagy csendben, holdhősök mozdulnak a hazai földben. Idegen vitézek az idegen földben. A nagy erdőt halkan, mint a sejtés járja, hűvös éjj szellő, suhanó lágypára. Halmok megmozdulnak, göröngyök széthullnak, jó magyar vitézek, Tisza-Duna mellől, csendes orosz hősök, Uraldon tájiról. A hó koronázta oromra indulnak. Múcsik Flóra vagyok, 17 éves, a Bibó István gimnázium 11. osztályos tanulója. Általános iskolában is, illetve a gimnáziumban is jártam színjátszó szakkör, és nagyon szerettem is szerepelni színdarabokban, illetve a Halas TV-ben a Pontban vezettem műsort. Fekete István, kökény. Árokparton, poros útszélen, zölden a nyárban és kéken a télben, lapulva nézi a világot. Őrzi a fészket és önmagát, ingyen egy levelet oda nem áld, sem vesszőt, sem virágot, szúr, amíg él, nem dísznövény. Gébicsek laknak bokra ölém, ágán a gébics leske, vigyáz. Hajnalban már kiül az ágra, lecsap minden árva bogára, s a tücsök tovább nem citeráz. Pintér Petra vagyok, a Bibó István gimnáziumban jöttem én is. Hatosztályos gimnáziumban járok, éppen a 8. járom, és nagyon szeretem az irodalmat, a nyelvtan tantárgyat, szeretek szerepelni. Sokszor voltam már mesemondón és versmondó versenyeken is, eredményeket is elértem. Néhány példa. Az indiánok számára az idő nem egyenes vonalú, hanem visszatérő. Ennek alapján nem úgy tagolják az időt, mint az indoeurópai kultúrákban élők. Az indiánok a folyamatos jelenben élnek. Az angol-amerikaiak számára az indián idő kifejezés a pontatlanságot fejezi ki. Az indián nyelvekben nincsenek elvont főnevek. A főneveket konkrét dolgokra használják. Minden állapotot, viszonyt, betegséget, légköri jelenségeket vagy eseményt igékkel fejeznek ki. Ennek nyelvtani alapja az indián nyelvek többségének bekebelező nyelvtana. Sziasztok, Varsányi Vera vagyok, Kiskunhalason lakom, 22 éves vagyok, Szegeden tanulok, a Juhász Gyula pedagógus képzőkarára járok, hulladékgazdálkodási technológus szakirányra, de a természettudományi karon már végeztem víz- és talajvédelmi szakirányon. A Halas TV-ben én is vezettem a Pont című műsort, körülbelül 2 évig, de nem színészkedtem még. Európa csendes, újra csendes. Európa csendes, újra csendes, elzúgtak forradalmai, szégyenre áll, lecsendesült és szabadságot nem vívta ki. Magára hagyták, egymagára, a gyáva népek a magyart, lánc csörög minden kézen, csupán a magyar kezében cseng a kard. Becek Itti vagyok, Kiskunhalason lakom, és itt is születtem, a Vári Szabó szakközépiskolában járok, 10. évfolyamon, 16 éves vagyok, és játszottam már színdarabban.
négy évig színjátszottam. Hát úgy a Légyó, mint halálikban is játszottam. Tisza. Nyári napnak alkonyulatánál megállók a kanyargó Tiszánál. Otthon a kis túr siet beléje, mint gyermek anyja kebelére. A folyó oly simán, oly szelíden ballagott le partalan medrében. Nem akartam, hogy a napsugára megbotoljék habjai fodrába. Sima tükrén a piros napsugárok, mint meg annyi tündér táncot jártak. Szinte halott lépteik csengése, mint parányi sarkantyúk pengése. Fekete Márfél Kunfejtóról, Kiskolason születtem, a Vári Szabó István szakközép iskolába járok 9. évfolyamra, 16 életében töltem október 1-én, és még annó általános iskolában drámáztam és báboztam. Még 2 évet kb. Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről. Nem tudtam én dalolni nektek a földről, csak az égiről. Mert ami elmúlt, az csodásan kísérte az én dalomban még, mert aki meghalt az időben, úgy van fölöttem, mint az ég. Szabadi Dóra vagyok, 20 éves. Hát igazából konkrét megfontolásom még csak olyan 5 perce van, hogy jövök, mert kísérletbe jöttünk. Hát általános iskolában voltak ilyen kisebb szereplések, meg szavaló versenyek. Azóta nem nagyon abban értem el több eredményt. Azóta nem nagyon dolgozom, úgyhogy így kimarad most már az életemből. Vörös Marti Mihály, Petőfi koszorúi. Hol a szem? Szemével farkas szemet nézni. Ki meri meglátni, ki meri idézni az igazi arcát? Ünnepe vak ünnep, s a mái napoknak szűk folyosóin a szavak úgy lobognak, mint az olcsó gyertyák.